Sziasztok, köszöntelek benneteket a Projekt Alpha 145 legfrissebb epizódjában, amely kicsit rendhagyó, mert nem egy autó mellett állva vagy egy autóban ülve beszélgetünk, viszont elérkezett egy olyan fejezethez ez a projekt, amikor meg kell hozzá vennem, vásárolnom olyan alkatrészeket, amikhez viszont hál' Istennek megvannak a jó partnerek, ilyen például ez az Elaforg, és köszönöm szépen, Krasszi, hogy elfogadtad a meghívást. Kicsit át szeretném veled beszélni azt, hogy milyen alkatrészek kaphatóak még az autóhoz. Úgyhogy köszöntelek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Nem lesz egy könnyű téma, csapjunk bele, nézzük meg. Én is azt gondolom, és remélem, hogy egy picit nehéz, de remélem, hogy érdeklődéssel nézitek majd, mert mégiscsak egy 22 éves autóról van szó, amiről vagy azt gondoljuk, hogy már nincs hozzá alkatrész, lesznek meglepetések szerintem, vagy azt gondoljuk, hogy még minden van hozzá, és szerintem ebben is lesz meglepetés. Igen. Én valahogy ott kezdeném, ahol az előző részben véget ért, hogy kell egy vezérlésmódosító, aminek azért érdekes a sztoria, és ez már több részben is előkerült, hogy még amikor én ezt az autót használtam, emlékszem, hogy ilyen 20 000 forint környékén volt, aztán most, amikor visszavásároltam egy évvel ezelőtt, akkor egy csak maga a vezérlésmódosító szett az 80 000 forint körül volt, viszont most már szépen 120 fölé csúszott az ára. Miért van ez? Hát elég összetett témáról beszélünk. Kezdeném inkább ott az ősidőkkel, és így általánosságban, tehát indulunk egy általános dolgokból. Tehát amikor az autótípus, és most erről beszélgetünk, de sok más olasz autótípusnál is igaz volt, amikor ezek az autótípusok legurultak a gyártósorról, és elkezdődött hozzá az alkatrész ellátásnak a gyártása is, már ott azokban az években voltak olyan termékcsoportok, ahol már bonyodalmak adottak. Uh-huh. Nem voltak egyértelműek dolgok. Itt most csak egy mintát emelnék ki, például az autóban lévő kárpitok. Melyik autó milyen kárpittal jött ki, melyik ott a gyárja, melyik nem, lehet-e hozzárendelni, nem lehet hozzárendelni, tehát ez már egy bonyodalom volt. Aztán beállt ez a rendszer, és általában ugye amíg egy autó gyártódik, addig alkatrész utánpótlás biztosan van, majd ezt márkától függően, stratégiától, policytől függően még évekig valameddig folytatják, és szépen ezeket előbb-utóbb elkezdik abbahagyni a gyártásokat. De bocsánat, erre talán, ha jól emlékszem, van egy uniós jogszabály, hogy a befejezett gyártás után hány évig kell biztosítani az alkatrészt az adott típushoz, ha jól emlékszem, ez ilyen 10 év körül van, nem? Az évben nem vagyok biztos, van egy, igen, van egy ilyen előírás, az évben, hogy pontosan mennyi most jelenleg érvényből, ezt nem tudom én sajnos így hirtelen megmondani. Vannak cégek, akik a saját stratégiájukból kiindulva ezt uniós előírást túlszárnyolják bőven, és sokkal tovább gyártanak hozzá. Azt gondolom, ez nagyrészt függ annak az autó modellnek a sikerességétől és eladott darabszámától is. Értem, hogy jobban megéri egy sokkal nagyobb mennyiségben eladott autónál még után gyártani. De eljön az a pont, amikor abba hagyják. Uh-huh. Ilyenkor az egyik, ami meg szokott jelenni belső piacon, ezek az úgymond elfekvő készletek. Uh-huh. Tehát beragadt, nyakukban egy csomó még, ezeket meghirdetik. Ezek az elfekvő készletek, ezek egy picit érdekesek, mert a hétköznapi ember azt gondolná, hogy mindent is meg lehet találni egy ilyenben, de sajnos azért sincs így, mert amikor ezek megjelentek, egy előfordulja van egy-egy olyan nagy felvásárló, aki mindent fölvásárol, majd eltűnik. És innentől kezdve az vagy kikerül egyszer a piacra, vagy ott pusztul egy raktárban valahol. De lehet, hogy olyan célra vásárolja fel, hogy majd egyszer. Igen. Jó lesz, jó lesz ez, igen. Csak valamiért ez bármiból kifog félmarad és nem fejeződik be. A másik az, hogy még ha ezt meg is tartja jó szándék, hogy majd egyszer sokat fog érni, na de hát ugye nem mindegy, hogy milyen körülmények közepette tárolják. Tehát a gumi, kárpit és egyéb elemeket azért nem mindegy, hogy egy dohos raktárban, vagy egy tényleg patya, tiszta, pormentes raktárban, amiben nincs mínusz fok és nincs 40 fok. És nagyon sok esetben találkoztunk mi is olyannal, hogy berendeltünk egy patentot, egy műanyag elemet, amit az acskóba kibontás után ragadt. Aha. Tehát hiába elfekvő, hiába még esetleg jó is az ára, tehát ezek okoznak kellemetlen pillanatokat nekünk is. Ami még egy lehetőség, és azért ezt is bizonyos cégek, márkák, típusoknál megragadták, sokszor
idővel, hosszú idővel felismerik annak a régebbi modellnek a sikerességét, egyre többen veszik elő, szerzik meg valamilyen nem túl jó állapotban, és szeretnék felújítani, és sokan vágtak bele abba, hogy megkeressék azokat a gyári beszállítókat, akik anno beszállítóként dolgoztak és gyártottak, vagy azért, mert újraélesztik ezt a rendszert, és utólag lehet tőlük valamilyen mennyiségben, valamilyen áron vásárolni, még mert esetleg elkezdik és gyártik, vagy pedig a másik, ami egy szerencsésebb helyzet szokott lenni, hogy azokat a gyártó gépeket értékesítik, valaki megszerzi, és utólag tud darabokat gyártani. Itt is azért benne van az a rizikó, hogy hogy voltak kezelve, mennyire koptak ki, mennyire tud pontosat gyártani abból, abból az elemből, alkatrészből. Úgyhogy ez mind-mind sok-sok kérdésnek felel meg. Ettől függetlenül mai napig vannak még olyan elfekvő készletek, amihez hozzá lehet férni. Nekünk elég sokhoz van rálátásunk, amit nem eltűnt felvásárlók vásároltak föl, hanem még a gyárban, valamelyik raktárban megmaradt és lista van róla. Viszont mindig lutri, hogyha valakinek azt mondjuk az elfekvőből tudunk rendelni, hogy ez tényleg megvan-e, tényleg megtalálják-e a raktárban, és utána megérkezik-e hozzánk. Tehát ez így sok-sok kérdés után jut el hozzánk a történet. Amit én még nagyon így az elején kiemelnék, hogy mi nem eBay-ezünk, nem foglalkozunk bontott alkatrészekkel, tehát mi csak az eredeti gyárikkal foglalkozunk. Illetve az utángyártottakkal. Illetve utángyártottakkal is. Tehát ez az is fontos, mert nekünk például nincs hozzáférésünk ázsiai elfekvő készletekhez, most mondtam egy példát, amit lehet, hogy IBM meg lehet szerezni, tehát de mi nem IBM-ezünk, tehát ezért ebben nem is vágunk bele. A bontott dolog is majd egyszer-kétszer szóba fog kerülni, mert vannak olyan hétköznapi szavak alkatrészekre, amiket egy bontóban jól kezelnek, mi nem szeretjük így kezelni. Mondok egy példát, te is kérdezted az ülésszettet, tehát egy komplet ülésszett, hogy az milyen árban van, nincs ilyen. Egy ülésszett az 13 elemből áll. Tehát külön van az alsó rész, a felső rész, a szivacs, a patentok, a fejtámla, ezek külön-külön cikkszámot jelentenek. Gyárilag ez nem egy, innentől kezdve külön-külön, és lehet, hogy a fele megvan még, és megszerezhető, a másik fele nincs. És most nem beszéltem a húzatról meg ezekről. Üléshúzat, ezek megint egy szakszavak, hogy mit használunk, tehát az üléshúzatot régen így hívták, hogy üléshúzat, ma már azt hívjuk üléshúzatnak, amit ráteszünk utólag, ilyen plusz húzatot, amit vásárolunk. Tehát vannak benne ilyenek. Tehát ez az egyik része ennek az egész alkatrész megszűnt, és mit lehet megszerezni, nem megszerezni gyáriban. Az után gyártott termékek értelemszerűen azért jöttek létre, hogy olcsóbban meg lehessen őket szerezni, sok terméknél igaz, hogy sokkal tovább is elérhetőek, ezért hát itt van egy lista, amit így érdeklődéssel küldtél át felénk, meg mi is hozzátettünk még egy jó párat. Én azt mondom, hogy a összességbe vévő, amit összeírtunk ebből a 100 tételből, nagyjából a fele szerezhető meg gyáriban, és a másik felének körülbelül 35%-a utángyártottban. És a maradék rész az a nem elérhető kategória. Arra jönnek azok a megoldások, hogy ha valaki mégis egy újat szeretne, hogy gyártatja esetleg, megpróbálja legyártani. Vagy megnézni az ázsiai piacon. Igen. Nem válaszoltál az alap kérdésre. Vezérlés módosító miért drágult meg? Bár ebből ki tudom következtetni. Hát igen. Nagyon kevés helyen elérhető nagyon kevés gyári alkatrészként. Tehát nehezen beszerezhető. És hát túl hosszan nem kell csetelnünk az elmúlt évek gazdasági helyzetét, itt a világpiaci helyzettől, a logisztikai problémától kezdve, a forintnak a mozgásán keresztül, forint-euró, így fogalmazok, árfolyam mozgásán keresztül, és hát konkrét számokkal nem tudok szolgálni, de ugye azzal, hogy itt a Stellantis mint új egyesülés elindult az FCA-PSA közös platformjaként, és Magyarországon a tavalyi évben realizálódott, itt is átalakultak a dolgok, átszerveződtek a dolgok. Még az elején vagyunk, mert október 1-jén történt meg ugye az átalakulás, tehát még azért még 3 hónap sem telt el, tehát még nagyon az elején vagyunk az egésznek, de ott is a belső rendszer átalakításán tudni, ez sok minden megváltott az árképzéstől kezdve minden, úgyhogy ezek is befolyásolják, de majd még kell egy
kell egy kis idő, mire ez ki fog szépen simulni, és ki fog alakulni, hogy a jövőben ez hogy fog működni, és remélhetőleg be fog állni egy olyan kezelhető ár szint, ami nem változik naponta, hetente, ahogy az elmúlt egy évben. Nyilván nem akarom elviccelni, de hogy ugye ez az alkatrész, ez a 120 ezer forintos alkatrész, ez gyakorlatilag annyi, mint amennyiért ezt az autót visszavásároltam, és persze nem ehhez kell viszonyítani, de... Ez egy értéknevő tényező. Igen. De hogy érdemes lenne belőle akár most kettőt rendelnem, és egyet félretenni ide a polcra, mert mondjuk majd 4 év múlva, vagy 5 év múlva, hogyha mondjuk nem fog sokat futni ez az autó, hogyha kész lesz, de hogy ha elhasználódik ez az alkatrész, akkor leemeljem a polcról, mert lehet, hogy addigra már 250 ezer forint lesz? Nem gondolnám, hogy ilyen szinten megy föl az elkövetkező 1-2 évben az ára. Biztos emelkedni fog, de nem gondolom, hogy ennyivel, egyrészt. Másrészt pedig, hát számoljuk ki, mikor fogsz legközebb cserélni. Van-e értelme még 10 évig tartani egy alkatrészt? Tehát megint nem biztos, hogy annak abba van értelme befektetni, hogy mennyit fog változni. A nagyobbik kérdés az, hogy lesz-e 2 év múlva, vagy 10 év múlva. Az. Igen. És kérdés, az autód meg lesz-e 10 év múlva. Reményem szerint meg lesz. És használatban, vagy egy kiállítási darabként, egy relikviaként, amit az ember nem nagyon használ. Hát figyelj, azért én azt gondolom, bár erről már beszéltem szerintem valamelyik részben, hogy én évente néhányszor azért ezt az autót meg fogom járatni, hogyha kész lesz. Tehát nyilván alfás találkozóra egyszer-egyszer elmenni vele ide-oda túrázni, de nem hiszem, hogy éves szinten 2000 kilométernél ebbe több kerül majd. És nyilván emlékezve arra, hogy vezérlés módosított, ha jól emlékszem, 25 ezerenként cseréltem benne, most mondtam valamit, az soká lesz. Igen. Ez egy nehéz kérdés, hogyha az ember abból indul ki, hogy használgatni fogja az autóját, hosszában szeretné megtartani, és egy idősebb típusnál azért egyre nehezebb az, nem is az ár, hanem az elérhetőség a terméknek, akkor igen, akkor érdemes most mindenből kettőt venned, vagy duplát venni, attól függ, milyen alkatrészről van szó, és egy külön garázs bérelni ennek a tárolására, ha szabad így fogalmazni. Nehéz azt mondani, hogy ebből vegyél kettőt, mert ebből nem lesz többet. Persze vannak olyan termékek, amikor megnéztük a listát, az elfekvő készítést, és láttuk, összesen 3 darab elérhető belőle, akkor mondanám, hogy hát érdemes abból 5000 fontos tételből azt a 3-at megvenned, mert az nem lesz valószínűleg soha többet már. És az után gyártott piacon is mit, mennyire fognak még követni 5-10 év múlva, és mit lesz majd elérhető? Nagyon jó kérdés. Viszont azért azt is látjuk, és ez is ilyen általánosan elmondható, hogy most már idehaza Magyarországon is kezd egy kultusza lenni ezeknek a régebbi autóknak. Az alkatrész utánpótlás megoldására van nekünk is olyan külföldi kapcsolatunk, az például kimondottan gumicsövek meg ilyenekre van szakosodva, aki nem autóra, hanem gumicsövek gyártására szakosodott, és a katalógusokban a 146, 156, 147 ilyenek szerepelnek benne, egyre több mindent gyártanak. Értelemszerűen nem a saját országban, hanem több országban, több kontinensre, mert egyre többen foglalkoznak ezzel. Mentsük meg még az ilyen jó kis autókat, így a elektromos világ előtt című kérdés. Tehát lesznek ilyenek is, de tényleg az a kérdés, hogy mindent nem lehet már most sem megszerezni, és mit tudunk legyártatni majd. És az, amit mondtál, hogy vannak olyan típusok, és felismerték ezt bizonyos gyártók, hogy vannak népszerű típusok. Ezek között van Alfa Romeo, vagy látsz olyan tendenciát, hogy például az Alfánál melyik az a modell, így a youngtimerek közül, amihez tényleg látszik az, hogy ontják az alkatrészeket, mondjuk az után gyártott alkatrészeket? Hát... Mert például, hogy szabadba vágok, és az én gondolatomat folytatom, de mondjuk a 60-as évekbeli alfákhoz itt ez már látszik, amennyire én tudom. De az egy más világ, hiszen az már a kőkemény oldtimeres piac. Igen, abban azért jóval kevesebb van, mint ebből az érából, ebből a korszakból. Én még így nem látok, még nem tudnék egy modellt mondani, vagy kettőt, amire úgy látom, hogy ebbe dupla annyi az ellátás, vagy jobban megindult az utángyártás alkatrészekben. Most még nem mondanám ezt. Ez szerintem 1-2 év még azért kell ennek, én úgy gondolom. Viszont a másik oldalról
ez lehet, hogy csak egy ilyen Murphy, de az elmúlt fél évben sokkal több 145-ös alkatrészt megkereséssel találkoztunk, mint előtte egy-két évben például. Remélem, hogy kicsit ezt én is generáltam. Biztos, amúgy, de tehát, hogy sokkal több volt ilyen, és igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint a legjobb megoldást nyújtani mindenre. Ugye egy alapkoncepció által üzleti életben, hogy nemet nem mondunk semmire, hanem megoldást keresünk, és addig megyünk, amíg csak lehet. Sajnos van az a szituáció, amikor nem tudjuk mi se megoldani. Egyébként még ehhez kapcsolódóan, és aztán veszünk el a részletekben, pont tavalyi hír volt, hogy az Alfa Romeo központilag elindította ugye ezt a Heritage részlegét, ahol kimondottan youngtimerek meg oldtimerekhez kezd el újra alkatrészeket, de főleg karosszéri elemeket gyártani, és például a 147 GTL meg a 156 GTA-hoz lehet kapni újra lökhárítókat, motorháztetőt, ami tök jó. Megnéztem az árakat, hát az már nem annyira az jó. Az már nagyon brutál, de hogy nyilván érthető, hogy miért ezeket a modelleket választották, és mondjuk miért nem egy 145-ös, de egyébként meg ez egy jó tendencia. Igen, hát nem lesz. Tehát eddig sem volt egy olcsó hobbi, de ezután meg végképp nem lesz az, igen. Viszont azoknak az autó tulajdonosoknak, akik így nekiállnak ennek a hobbinak időt, energiát, pénzt szentelni, nekik egy könnyebbség lesz a jövőben, ez mindenképpen. Igyekszünk mi is figyelni ezeket az információkat, híreket, és amennyiben lehet ezzel is hozzájárulni az alfás csapatnak és segíteni nekik. Tök jó. Na, ugorjunk bele itt dolgokba, kezdjük a könnyűekkel, ugyanezzel a szöveggel írtam neked ezt az e-mailt múlt év végén. Vezérlészet, olajcsereszet, fékek, tárcsa, betétek, első lengőkarok. Erről én azt gondolom, hogy ez egy könnyű, ez egy gyorsan, vagy után gyártotta, vagy gyárival gyorsan pótolható, megoldható. Igen. Most ebből így kicsit magunk miatt is kettő tematikát kiemelnék, például a féktárcsákat így kiemelném, tehát bár gyáriban már azért nincs akkora ellátottság ebből, de például a Rottinger féktárcsa, amit ugye forgalmazunk, abból bőven van, és fontosan gyártják és elérhető, tehát az egy nagyon jól utángyártottan ellátott piac. A kenőanyagban viszont azért van benne érdekesség, mert azt gondolja az ember, hogy ez egy no problem, most mindenfajta kenőanyag van a mai napig is. Azért ott voltak változások. Itt a Szelénia, tudtál, a termékcsaládon belül a fagyálló, meg a fékföldi kormányszer és egyéb kenőanyagok, azok tovább is elérhetők ugyanazon néven, ugyanazon a termékportfólió, mint eddig is. De például a váltóolaj, ahhoz képest, ami anno gyárlag előírás volt, ahhoz képest ez már egy picit átalakult, és van hozzá, és gyári szeléni ajánlás természetesen, de már nem azon a néven fut. Egy picit modernizálták a kenanyagot, kapott plusz minősítést, és új néven fut, de van. Viszont a motorolaj ez egy érdekes kérdés. Ez volt a 20K, amit én használtam. Így van. Ugye van olyan, hogy 20K meg alfa 20K. Ez már érdekes kérdés, mert ezt a két terméket a Szelénia branden belül elméletileg a tavalyiben kivezették teljes mértékben. Nálunk még az Alfa 20K például kapható, mert mi mondjuk úgy, mint mások, az alkatrész az elfekvőkészletet, mi a gyárból fővásároltunk elég nagy kontingest mind a kettőből, de a sima 20K-ból kevesebb volt a kontingens, a 20K-ból nagyobb volt a kontingens. Érdekességképpen fém 2 literes dobozban elérhető, tehát ez az érdekesség. Ez ami volt klasszik, ugye? Ez ugyanez a piros, ezüst dizájna. Nagyon jól néz ki, tehát az megmaradt. Árban már nem olyan jó sajnos. Mondjál árakat! Oké, ez az Alfa 20K például, ez közel 6000 forintos liter árral fut. Ebben a 2 literesben. A 20K-ra nem tudok árat mondani, mert az elfogyott teljesen. Viszont ott a Petronas kicsit lassan, de felébredt, és lesz 20K ismételten. Van egy utángyártásuk nekik ebben a történetben. A dizájnja, tehát a csomagolása kicsit másképp fog kinézni, de szerencsére érkezik hozzánk, úgyhogy megint elérhető lesz egy jó darabig, és az előzőekből tanulva igyekszünk betárolni, hogy minél tovább kapható legyen. Úgyhogy ez egy érdekesség, de mondjuk a fékfolyadék például szintén nem olcsó mulatság, mert egy 1 literes flakon kerül az utcai részen 6500 forintban. Azt a mindenit. Mondjuk az ezt a videót egy hónap ezelőtt forgattuk volna, akkor jóval kevesebbet mondtam volna, az most egy hónap ezelőtt emelték meg közel 15-20%-kal. Tehát ott az nagyon adalék miatt elszállt. Nem olcsóak.
Ahhoz képest időzőben nézzük, hogy mondjuk egy első hátsó féktárcsa, vagy hátsó első, attól függ, hogy mondom, az árak a csorba, ilyen 10-11 ezer forintba kerül galvanizált Bárba? Állapotban, darabokban, de galvanizált darabokban uh-huh. galvanizáltan. Tehát ahhoz képest igen. érdekesek az arányok és benne. És betét? A betétben abban többfajta verzió is volt. Nézzük az elsőt. Gyáriban is elérhető, és után gyártottban is több márkában elérhető, míg gyáriban ilyen 20-25 ezer forint körül mozog, az utángyártott is hasonló árban uh-huh. mozog. Tehát ez egy érdekes, hogy ott nincs nagy különbség a gyár és utángyártott között. De ott már ezek párban vannak, ez ugye? Ez egy szettet jelent az első fékbetét, tehát az kompletten egy futóműre való. A hátsó fékbetét garnitúra az gyári árban ilyen 28-29 ezer forint körül mozog. Ezek teljesen kiskerül utcai bruttó árak, amiket mondok. Uh-huh. Miközben az utángyártottban, amit mi is forgalmazunk, például 10 ezer forint alatt van. Aha. Tehát ott nagyobb, 8 ezer forint, tehát nagyobb különbség a kettő között, és szintén van több utángyártott. Tehát azért ezekben még bőven van ellátás, ezekben a régi típusokban. Ezeket fontosan veszik fel, hogy van miért gyártani. És visszatérve így az olajcsere szetre, ti ugye ebben elég jók vagytok, sok típushoz forgalmaztok kifejezetten szettet. Igen. A 145-ös, 146-oshoz is van olajcsere szettetek? Van. Tehát pollenszűrő, levegőszűrő. A szűrőknek az ellátottsága mind gyáriban, mind gyártottban egész jó, még szerencsére. Hát ez is a forgókopó alkatrészek közé tartozik, amire fontosan van kereslet, tehát igazából nem éri meg megszüntetni. Eltűnik, hogy a gyárnál azért láttunk már csodákat, de utángyártottban akkor is elérhető. Aha. Nekünk van gyári olajcsere szettünk, igen, ez 45 ezer forint alatt mozog így. És akkor jön egy olyan rész, amit talán a következőnek tennék be, ugye ezek a világító berendezések, nevezzük kompletten a történetet. Ugye a világító berendezéseknél, anélkül először bármire mondanék konkrét információt, ott egy háttérinfó, mégpedig az, hogy annó, amikor ezeket a bármelyik világító térsről beszélgetünk, forgalmazták, ugye nem a gyár maga gyártja ezeket, hanem gyártatta valakivel. Ha jól emlékszem, a 145-ös esetében ez a Hella volt. Igen, ez egyik nagy beszállítója volt. Kibontottuk a dobozt, rajta volt, egyértelmű volt, hogy kigyártotta. Nem csak itt, hanem alapvetően nem volt túl sok gyári beszállító, nem volt túl sok beszállító ebbe a platformban, tehát annál könnyen ki lehetett eríteni, könnyen lehetett szerezni, de az elmúlt 10-20-30 év során itt a világpiaci működésben, ami elindult, ez a mindenki mindenkit fölvásárol, követhetetlené válik, hogy ki mit gyárt és hány kézen keresztül kerül be, és már annyi mindenhol gyártották, hogy a végén nem lehetett tudni, hogy az most tényleg mennyire gyári, vagy utángyártott, és milyen minőségű. Tehát hogy azon is múlt, hogy melyik országban gyártják, hiába Hella, melyik országban gyártják. Tehát nem volt mindegy, úgyhogy itt nagyon-nagyon keszekusza lett a helyzet, de nézzünk például oldalvillogót, ami nem egy nagy tétel, utángyártottban meg lehet szerezni 2500 forintért, gyáriban már természetesen nincsen. Mm. Fényszórókat nézve szintén gyáriban megszűnt. Az utángyártottban darabonként vannak a fényszórók, 30 ezer forintos árban futnak. Korrekt, azt gondolom. Tehát igen. De ez egy jó minőségű utángyártott termék? Igen. Tehát az a része viszont... Nagyon fontos, hogy bármelyik utángyártottat, amit mi ajánlunk, ha az ügyfélnek van egy kérése, hogy milyen márkájút szeretne, akkor természetesen megnézzük azt, de szoktunk ajánlani, és ha ajánlunk, akkor olyat ajánlunk, amit mi is betennénk a saját autónkba. Tehát ez nagyon fontos, mert abban megbízunk. Ha valamivel megígetjük munkat, mert sajnos előfordulhat, akkor azt nem ajánljuk senkinek, mert nem szeretnénk kellemetlenséget sem az ügyfélnek, sem magunknak. Hátsó lámpák. Az például az űrösebb, mert sem utángyártottban, sem pedig gyáriban. Nem komolyan? Tudtunk. Igen. Ha már így kívülről haladunk befele, karosszérielemek, na ez az a helyzet, ami katasztrofális. Igen? Igen. Tehát ezek katasztrofálisak. Tehát nagyon-nagyon, tehát gyáriban szinte semmi. Még elvétve egy-egy valamit, de nagyon kicsi esélye. Múltkor pont... Még valamikor decemberben föltett egy srác a 145-ös csoportba két első sávvédőt 145-ösre,
fél napig gondolkoztam rajta, hogy 35 ezer forint volt a kettő, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Fél napig gondolkoztam, kell, nem kell, mert igazából nekem jó állapotban van, nincsen gond, de pont azért, hogy előre gondolkozom. És másnap azt mondtam, hogy jó, kell, és már nem volt meg. Igen. Mi sem tudtunk rá, tehát semmilyen megoldást találni. Komolyan? Nincs utángyártott, mondjuk... Első, hátsó, most éppen a... Lökhárítók? Elsőt tudunk 75 ezer forintért. Az mondjuk nem lepődöm meg az áron, tehát... Karosszériában most így, ha már elő vagyunk, motorháztető, szintén utángyártottban 125. Hál' Istennek ezekre nincsen szükségem, úgyhogy ezt most nem adogatom hozzá, de... Ezért adjuk hozzá, igen. De sárvédők az... Az durva. Egyetem. Hát nyilván ezek fogytak a legjobban. Igen. Tehát az első sárvédők, a motorháztető, a lökhárító, az ott lévő kis bajusz rész, ha összetöröd az autót, akkor ezeket viszik. Igen. Hasonló helyzet az üvegekkel. Tehát gyáriban, vagy üvegjelő termékekkel gyáriban kevés van elérhető. Hát például szélvédő az nincs. Utángyártottban van 30 ezer forintért. Azt viszont fölírom, mert azt beszéltük is Zolival, hogy egy új szélvédőt mindenképpen érdemes kap az lenne. Autó. Az egy 30-as. Ez milyen márka, tudod? Az sajnos nem. De mondjuk egy, hát jobb külső tükröt meggondolnám, hogy veszek egy gyáriba 190 ezer forintért. Ne. Az annyi. Utángyártottban a tizede természetesen. Tehát, hogy azért van közte különbség. De ez maga a komplet tükör? Komplett, tehát igen, jobb külső tükör kompletten, igen. Az elektromos tükör. Igen, a tiédre való tükör, igen. Azt a mindenit. Tehát a 190-ér az... És utángyártottban meg 19 ezer forint? Igen. Igen. Tehát 10 annyira kerül. Erre hál' Istennek, ahol először nincsen szükségem, de majd meglátjuk. De ez megint az a tétel, de ami... Igen, ami sajnos fogyó. Tehát azért az abból nem baj, ha van az embernek polcon. És az a helyzet, hogy a bal külső tükör a gyáriban egy hajszálló csobb, a utángyártottban nem, természetesen volt az a hasonló az ára kettőnek, az 160-ba kerül. De mondjuk egy bal ajtóüveg, ez az első üvegről beszélgetünk, gyáriban 90 ezer forint. Azt a mindenit. Utángyártottban 13 ezer forint, tehát azért ott azt mondja az ember, hogy jó az utángyártott is szerintem egy ilyen mértéknél. A jobbos üveget, megnézem ezt meg, jobban, ugyanaz hitu. 88 és utángyártott 13. Tehát, de ha már az ajtónál tartunk, ugye ablakemelő szerkezet, gyáriban persze egyik sincs. A utángyártottban ott Marelit szoktunk ajánlani, ott azért egy olyan 23-24-ben megállnak. Ezt viszont azért fölírom, mert erre lehet, hogy szükség lesz. Nem tudom, milyen állapotban vannak. Még mindig a külsőnél maradva, és mondtad a karosszéri elemeket, akkor ajtók sincsenek? Gyáriban nem nagyon. Aha. Nem, gyáriban nincsenek már. Akkor ezek azok a dolgok, amik mindenképpen bontó. Igen, tehát ezek azok, amit, hogyha az ember véletlenül valahol talál, akkor be kell vásárolni és eltenni, amit te is mondasz, mert hosszában gondolkozunk. Én itt azt mondom, hogy ha a gyári nincs, de utángyártott van még, akkor abból betárolni, és nálunk lehet raktározni is, nem összesen itt a reklám helye. Tehát, de mindenképpen, de most például a kipufogóval is hasonló a helyzet, hogy gyáriban már nincs, utángyártottban még valami megszerezhető, tehát mondjuk egy utángyártott Bozzel kipufogó doba 160. Hát mondjuk a kipufogóra meg pont ezt mondom, hogy úgyis valami... Arra lehet mást is tenni, igen. Utolagos megoldás. Ha az ember nem oldtimerként akarja ezt kezelni, akkor azért lehet mást. Vannak azok a fajta áthídoló megoldások is, amikor valaki tudja, hogy a 105-ös érek jó egy 156-osnak az alkatrész is, hogy megoldható, és abban még elérhető, és át lehet kicsit szerkeszteni. Ezek, de mi nem ezeket vizsgáltuk most, de vannak azért egy-két alkatrésznél előfordul ilyen, hogy más autótípusból is hasonló hozzá. Ehhez viszont jól kell érteni hozzá, tehát ugye ez nem csak úgy, nem úgy olvastuk valahol. Még mindig a külsőnél maradva, és apróság, de szerintem nagyon fontos, mert ha már készen van az autó egyszer csak, akkor mégiscsak az első pajzs, az emblémával együtt az legyen gyári, és ne egy utángyártott kis matrica legyen a helyén. Az első embléma, igen, az van gyáriban, 13 ezer forintos árban mozog. Ejha, igen. És maga a pajzs? Az...
Az nincs. Azt szerintem nincs, mert itt nem is találtuk meg a listában. Szép. Akkor a hátsó embléma, ami ugye... A hátsó embléma... Ez egy zárszerkezettel együtt van a 140. Nincs. Nincs? Az már nincs. Az már nincs. Tehát a utángyártodba se? Az már abba se. Igen, a pajzs is megszűnt teljes mértékben. Hát itt azt szoktam mondani, hogy... igen. Akkor mondok egy kicsit olcsóbb kategóriát is, hogy egy kicsit valami jó is legyen, vagy jó is legyen dolgokban. Hát ugye akár a küszöbnél, akár a kárpitoknál, hogy már haladunk befelé az autóba, vannak különböző rögzítő patentok, amik szükségeltetek. Ennél egy kicsit érdekesebb a helyzet. Ugye általában ezek kisebb árfekvésű termékek, tehát ez a jó hír benne. Ha elérhető, akkor még a kisebb árfekvésben elérhető, ez is egy tök jó hír benne. Itt amit most mi összeszedtünk, volt 10 tétel, amiből gyáriban 5-öt tudtunk volna beszerezni, elfekvőből még 3-at, és csak 2 volt, ami megszűnt, tehát a statisztikát egy kicsit javítja, viszont, és itt van a kulcs elásva, hogy vannak olyan patentok, amiből lehet, hogy 2 vagy 3 darab kell, de csak 20-asával rendelhető. Igen, de ez mindig is így volt. Igen, aha, igen. És így akkor legalább marad a jövőre volt tekintet is egy pár darab, de itt megint az van, hogy ha elfekvőből hozzuk, hiába csak 800 forint egy ilyen patent, az, amikor megkapjuk, és az elfekvő raktárból megkeresik, akkor derül ki, hogy tárolták, és az használható-e, vagy ragacsos, vagy... És ilyenkor vissza tudjátok küldeni? Vagy vissza elfekvőt nem lehet. Tehát az egy lottó. Az bukta. Aha. Igen. Az bukta. Vagy bejön, vagy nem. Igen. 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 Nem véletlenül az, hogy amikor hozzánk megérkezik egy szállítmány, akkor mi főleg ezeknél mindent kibontunk és megnézzünk. Tehát nem azért adjuk át az ügyfélnek vagy a vásárlónak bontott zacskóban, mert így kaptuk, hanem mert ha ki kell bontanunk, hogy megnézzük, egy lökhájton tök egyértelmű a kartosságától kell ezzel megnézni, azt nem tudjuk csak, ha kibontjuk megvizsgálni. Úgyhogy egy patentnál általában lehet látni a nylon keresztül, hogy az jó-e még vagy nem, de ha úgy van, bedobozóba ez a zacskóhoz, azt fölbontjuk és megnézzük. Mi nem adjuk ki, ha nem. Amit most a patentoknál fölírtál, azt mondjuk ajánlod, hogy vegyek egy ilyen patent csomagot, mert úgy is fog kelleni. Én azt gondolom, hogy igen. Mm-hmm. Én azt gondolom, igen. Akkor is, hogyha 20-ból csak 5-öt fogsz most elhasználni. Ha üzleti érzékkel bírunk, akkor a 20-ból 5-öt felhasználunk, 5-öt megtartunk és 10-et pedig értékesítünk. Meg lehet ezt is csinálni. De ahol mondjuk 5-ös-évet, 10-es-évet rendelni, ott én megrendelni és eltenném. Mm-hmm. És így, ha ezt itt összeszámolod a patent csomagokat, az így... És hát, ezek milyen patentok? Tehát most ez a ajtókárpit például... Ajtókárpit volt benne, a küszöbhöz volt, rögzítőpont benne. Az vagy csak cikkszámokat írtam fel, mondom őszintén. És lehet, hogy még párat lehetne keresni a kocsiban, és nem minden van, ez teljesen igénye nélkül van föltüntetve, de mondjuk így, hogy van 20-asával rendelhető is, ez mondjuk egy 30-40 ezer forintról beszélgetünk. Uh-huh. De ez 10-ből 8. Világos. Elfekvőssel együtt. Viszont ami teljesen megszűnt, az megszűnt, és akkor itt jönnek a különböző B-verziók, hogy vannak különböző patent rögzítő füleket gyártó cégek, hogy valamit csak találunk náluk, ami jó vagy hasonló hozzá. Vagy itt például nem működhet az, hogy mondjuk megnézzük a Fiat, akkori Fiat típót, és onnan rendelünk patentokat, azt tesszük bele. Ha még ott van. Uh-huh. Tehát a korma hasonló, és ha hasonló használható, meg lehet vizsgálni, de később azt találunk-e, vagy nem. Kemény. Általában mi ugye cikkszámmal dolgozunk. A cikkszám meg mindegy, melyik autó volt benne, a cikkszám az cikkszám, és cikkszámot kérdezzük le. Tehát ha a cikkszám azt mondják, hogy megszűnt, akkor az mindegy, milyen autó volt, az nem lesz már. Érthető. Oké, akkor üljünk be, és nézzük meg, hogy ott mik kellenek. Én, amit fölírtam neked, és erre már utaltál itt az elején, az ülésszett. Én így kérdeztem, nyilván itt már akkor ezt szét kell bontanunk. Ami nálam kérdéses, az például a vezető oldali üléshúzat, ami már nem üléshúzat, hanem üléskárpit, vagy nem, minek hívják akkor? Hát anno üléshúzatnak hívták, ugye a kárpit vagy bőr a lehetséges hétköznapi használat a mai világban. Felejtsd el.
Pedig annyira vártam, hogy most azt fogod mondani, hogy figyelj, van Zsolti, rendeljük meg, mert a teljes ülésszett, vagy üléshúzat szett megrendelhető, nem? Nincs? Nincs. Nincs. Nincs, és ugye, ugye általában az szokott lenni, hogy szeretnék egy üléshúzatot, egy ülés kárpitot a 145-ösönben. Miért? Amilyen annó gyári benne volt, vagy ami egyáltalán 145-ösben jó. Hogyha azt mondjuk, hogy ami benne volt annó, akkor azt talált ki te, hogy mi volt benne, mert ezt nem lehet kideríteni. Egyrészt, másrészt pedig ezzel, mivel már akkor problémák voltak. Ez nem most nincs, ez már régóta tényleg? Nincs. Igen. Tehát most igazából azt néztétek meg, hogy egyáltalán nincsen üléshúzat. Igen. Semmilyen színben, semmilyen... Gyáriban nem. Gyáriban. Vagy ezekben az ilyen beszállítóknál. Persze nem mentünk el egy kárpitos céghez, aki megcsinálja neked. Jó, az megint más, persze. Igen. Tehát nem volt. Nem találtunk. Úgyhogy nehéz. És ugye itt még cikkszámra is nagyon nehéz keresni ráadásul, mert aztán lehet, hogy van, csak nem ismert cikkszámon fut, számunkra nem ismerhetőbe fut, mert annyi fajta volt, annyi verzió futott, nehezen beazonosítható, az a fő probléma benne. És ez ilyen egyéb belső műszerfal elemek, mert például itt is a 45-ösnél sok olyan volt, ami szövettel volt borítva, például a műszerfalon a középső részen, vagy a kárpit, az oldalsó ajtó kárpitok. Megnézzük, hogy mi az, amit a listában fölírtunk, hogy egyáltalán még találtunk hozzá, mert ugye nem mindent kerestünk, tehát nem minden egyes cikkszám mentünk végig, az nagyon nehéz, és akkor itt megragadnám azt az egy plusz mondatot, vagy információt, hogy mivel mi cikkszámokkal és alvázzal dolgozunk, hogy egyértelműen be tudjuk azonosítani a terméket, tehát nem nevezett semmelyik olyan nagy kert, ahol kaphatók akár utángyártottba alkatrészek, és ennek egy jelentős része sajnos nem biztos, hogy pont megfelelően van beazonosítva, mi ezekbe a hibán nem szeretünk belefutni. Tehát ha valaki érdeklődik egy termék iránti alkatrész iránt, akkor azt szoktuk mondani, hogy a alvázszámot kérünk, és pontosan mondja meg, hogy mit keresünk abba az autóba. Tehát úgy, hogy műszerfalhoz mit lehet még beszerezni, ezt így nem tudjuk visszaforgatni. Tehát kellene konkrét megnevezések, de a műszerfal és környéken most így megyek végig a listában, például biztosíték tábla, ami ott szintén az közeli eszköz, sehol. Oh. Teljesen. De most egy kicsit érdekesség, egy kürtöt sem tudunk gyáriba szerezni már hozzá. Tehát, gondolom akkor magát a kormányt sem, meg ilyesmit sem. A kormánymű sem, az sem, tehát az is megszűnt teljesen, sőt azt utángyártóban sem tudtuk így megoldani, ami minőségben elfogadható. De ha már kormányról beszélgetünk, mondjuk tehát a kormánymű nem, de mondjuk a kormányszervó pumpát azt tudunk 600.000 forintért. Illetve Bosch után gyártottba 280-ér is akár. De akkor sem kis összeg a történet. Jó, hát ezek azok a dolgok, amit igen. Nyilván bontóból, meg egy ügyes szerelővel volt meg az ember. De például most csak az ABC miatt, mert pont a listát, amit nézem, kuplunk szett megszűnt gyáriban, valóban elérhető még természetesen, 83.000 forintos áron volt legutóbb, amikor néztük, és ezt hangsúlyozom. Tehát de az egy korrekt ár. Az igen. A kuplunk főhenger, az még gyáriban van 145-ér, vagy ferodóban egy 20-asér mondjuk. Na, akkor mondjuk ezt a 100-ast hozzáírnám tételként meg, mert simán. Nem baj, ha már szét van kapva, akkor legyen benne egy új kuplunk szett. És az igazság, hogy nem nagyon... Nem mondom, hogy semmit nem lehet kapni a műszerfalhoz, mert ez így nem igaz, de amiket egy párat mi kiemeltünk és megnéztünk, azok nem elérhetők. A világítás bajusz kapcsoló sehol se, például. Pedig tehát, az is egy fogyóeszköz. Igen. Igen, sajnos igen. Utángyártottban sincs? Nem, utángyártott sem. Ami szintén még elő a motortérme, abból több mindent is néztünk, például, hogy indító motor az megszűnt, utángyártottban Marelliben elérhető 60.000 forintért például. De mondjuk például olyan apróságokat szabad így fogalmazni, mint egy hidrotőke, egy holdpontjaadó, gyáriban is, meg utángyártottban is elérhető. És azok milyen áron? Egy holdpontjaadó az 34.000 gyáriban, egy hidrotőke 15.000 gyáriban. Tehát az... Na, ezek ilyen, azt gondolom, hogy ezek normális árak, nem? Tehát, hogy... Igen. Egy hűtésmotor, az még gyáriban még van, de 250.
Viszont a gyertya szett. Tényleg. Igen, az is, ezt nem is értem, miért nem írtuk föl. Azt mi néztük, Tibi kollégám nagyon sokat dolgozott azon a listán, a gyertyaszetet ő kiemelte, az például gyáriban van, 49 ezerért. Azt akkor írjuk is fel. Ebbe is sárgítjuk. De hangsúlyozom, hogy ezek... Tavalyi kutatási eredmények. Tehát ezek a karácsony előtti zárás előtti állapotú eredmények, úgyhogy... gyertya kábel szett. Jó, de mondjuk ezt azért is gondolom, hogy van, hiszen ez nem csak a 145-öshöz volt, hanem az összes TwinSpark motorhoz. Igen. És azért abból jó sok típusban volt ez az 1.6-os meg a 2 Igen. literes. Tehát, Igen. hogy Igen. nem véletlenül van ez még. Például a féklámpa kapcsoló, ami általában apróságnak tekintünk. Van gyáriba is például meglepetés, 27 ezer forintért. Után gyártott meg 4000 forintért, tehát a lényeg, hogy működjön, tehát az egy ilyen történet. Viszont most így, ha elő vagyunk az első részeknél, akkor kicsit a futómű felé is kanyarodva, egy első kerékagy, az gyáriban is van még 50.000 forintért. De az most lehet, hogy hülyeséget mondok. Az egy vállalható ár. Hogy ez mindig is olyan, ez a Igen. nagyságrend volt, Igen. ilyen 40-50 ezer Igen. forint, de szerintem 20 évvel ezelőtt is 40-50 ezer forint Igen. volt. Tehát nyilván ez akkor... nem szállt el. Igen, Igen, ez nem szállt el. Tehát nagyon érdekes, hogy nem úgy működött valahogy az árképzés, hogy 20 évvel ezelőtti árakat, nem tudom, évente 10%-a felszorozok, és minden megy föl. Vannak termékek, amik még elérhetők. Az áraik minimálisan változtak, vagy esetleg olcsóbbak lettek, és vannak termékek, aminek elszálltak az árai. És nem kicsit. És ha már ezeket mondtad, lengőkarok, mert azt elfelejtettük itt az elején, amikor a fékekről beszélgettünk. Igen, gyáriban azok elfogytak, de utángyártóban viszont mi TRV-t írtunk föl, van. Mondjuk egy első lengőkar oldalanként 40 ezer forint, de az oldalanként 40 ezer forint. Jó, akkor itt hozzáadok szépen plusz 80 ezeret, és a hátsók? Azt elengedhetjük már most. Komolyan? Igen. Uff. Nincs. 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 Tehát az bontó? Uh-huh. Nem ár. Tehát ha akarok egy komplet futómű felújítást kicserélni mindent gyárgyára vagy utángyártatra, az így nem. Bukó. Igen, az így nem fog teljesen megvalósulni. Igen. Ilyen pillanatban sem is így néz ki. Jó, akkor most így vetnék itt egy, vagy csinálnék egy kis számvetést a végére. Nagyjából elköltöttünk most 1 millió forintot. Igen. Ez a durva. Igen. És nyilván nekem majd itt ezt mérlegelnem kell, hogy ebből mi az, ami égetően fontos, mi az, ami már most kelleni fog. Tehát én ezt nem is azt mondom, hogy itt mindent ebből meg fogok vásárolni, amit felsoroltunk, de így ahogy átfutottuk, nagyjából ez az 1 millió forintos összköltség az, ami kb. Kelleni fog előbb vagy utóbb, hogyha ezt az autót be akarom fejezni. Még egy... Nyilván nem muszáj megvennem a lengőkarokat, mert lehet, hogy most azok még tök igen. jók. Az első lámpákat nem muszáj megvennem, ez inkább ezt csak ilyen személyes dolog, igen, meg kell vizsgálni. Vagy felújítás, igen. Viszont ugye van még egy, amit csak azért kiemelnék, mert mi nem foglalkozunk vele, de ismer az árakat, ez is egy költségnövelő tényező, tehát a felnik és a gumik. Azok már megvannak. Jó, mert ugye az egy plusz, az is alkatrészként tekintendő, de ugye mi nem foglalkozunk például. Pont az előző részben soroltam föl, hogy egyébként ez a méret már annyira nem népszerű méret, ez a 195x55, uh-huh. hogy alig gyártanak már hozzá, főleg ha minőségi gumit keresel, tehát hogy így guminként egy ilyen 50 ezer forinttal lehet számolni. Ezért mondtam, hogy tehát oké, hogy de tehát ha számoljuk, hogy mennyibe kerül most annak a felújításnak a bekerülési költség, és csak alkatrész oldalon, akkor számoljuk hozzá ezt. Persze, is. Persze, ez benne is van, meg ez már az előző azt előző ott részben. Benne volt, mint termék. Hát felnit én sem találtam újat. De amit vásároltam, az használt volt, felújítottam, annak is volt költsége, azon már túl vagyunk, ki van fizetve, le van tudva. Nyilván én azt gondolom, hogy most ezt az 1 milliót le tudjuk majd kicsit redukálni, hogyha majd átnézzük Zolival még alaposabban, hogy mit kell cserélni, de természetesen a vezérlés szert, az olajcsere szert, a fékek előre nem fogok elmenekülni, és ezeket le fogom cserélni. Ha már szét van szedve, akkor úgy rakjuk össze, hogy ezek újak legyenek. Ugyanígy, amit... Bocsánat, ez olyan, hogy
Tehát az gondolom, hogy általában, hogyha veszel egy használt autót, ezeket megcsinálod. Akkor tehát is megcsinálod, hány éves, persze. Igen. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor ez nem tétel, de nyilván tétel, mert majd egy összárat én szeretnék látni a projektnek a végén is, meg itt közben is a nézők is szerintem erre mindenki kíváncsiak. De hát ha úgy veszük, hogy tényleg ha most veszel egy használt 145-ös magadnak, ami járóképes, ezeket ugyanúgy megveszed így van, rá. Így van. Tehát amit az elején számoltunk, ez a nagyjából 400 ezer forint, ha jól emlékszem, tehát a vezérlésszert, olajcsere, a első-hátsó tárcsa betét, stb., az egy ilyen 4 kiló. Így van. Így van. És erre mondhatjuk azt, hogy sok, de nem sok. Nem. Tehát, hogy most, ha meg összehasonlítod egy modern autóval, akkor meg pláne. Viszont igen, tehát nem az autónak a, hogy mennyiért szereztem be azt az autót, nem az a pénz, hanem amit ráköt az ember. Viszont hát lesz is egy értéke az, ennek a szép autónak utána. Egyrészt, másrészt meg ez most megint ugyanolyan, hogy mondhatnám azt, hogy jó, majd ezt akkor egyszer majd visszaviszem, ha már kész van, és majd akkor kicseréljük. De akkor ott meg a munkadíj újra előjön. Tehát igen, hogy most igen. Úgy is az van, hogy igen. Teljesen szét van szedve, amikor majd megy összefele az autó, akkor ezeket szépen beszerzem hozzá, és fölkerülne. Ráadásul ugye vannak alkatrészek, amiket az ember most megszerez, és egy karosszíria fényezése együtt, hogyha olyan helyen tárolja, vigyáz rá, akkor azt nem kell túl sűrűn hozzányúlni, felújítani, újból fényezni, stb. Vannak olyan alkatrészek, amik azért az idő múlásával, ha használjuk, ha nem öregednek, és esetleg cserélésre szorul gumi, meg egyéb csövekre és ilyenekre gondol az ember hosszú távon természetesen. Ha használják, ugye bizonyos alkatrészek tovább még hamarabb kopnak el. Illetve hát van az a verzió, hogy mindegy, hogy hány éves egy jármű, de olajat cserélni, fékföldet cserélni, azt mondta, akkor is kerencesen akár 500, akár 5000 km-t meg egyébben. Tehát azokat a későbbiekben is kell csinálni a szűrőkre együtt, az egy állandó karbantartás igénynek felel meg. Viszont mondjuk ezek tényleg ebből a listából is láttuk, hogy jobban elérhetők is fognak maradni a jövőben, szinte biztos vagyok. Ebből nem kell betárolni, meg fékből sem, de... Majd nyilván a legvégén lehet, hogy egy olyan említés szintjén mindenképpen azzal is foglalkozni kell, hogy amúgy ennek az autónak éves szinten mennyi a fenntartása. Mindenképpen. És ott jön ez szóban, hogy az olajcsere az attól függetlenül, hogyha 100 km-t fogok vele menni, akkor is meg fogom évente csinálni, mert mindenképpen, ha már mindenképpen, ennyit rá pontosan, költöttem, mindenképpen, akkor... Mindenképpen. És akkor majd lesz ennek az autónak egy beszerzés értéke, egy ráköltött munkadíj alkatrész értéke kompletten, ami egy mostani kiadás, és ez adott, és lesz egy külön, amiket megvettünk a jövőről tekintette alkatrészek, és betettük a raktárba, annak egy külön költségvonzata, és nem az éves karbantartás üzemanyag nélkül. Igen, meg akkor számolhatunk, majd megnézzük, hogy mennyibe kerül a kötelező, nyilván erre kaszkot már nem költsz, nem tudsz, igen. De van igen. Nem az utcán fog állni, lesz egy garázsdíj, stb., tehát ezeket is én majd ki akarom számolni, nyilván mondjuk ezt a legkönnyebb kiszámolni mindenkinek, de persze, ezek mind olyan költségek, amiket akkor szerintem mérlegelnie kell az embernek, amikor belevág egy ilyen projektbe. Hát meg a másik, ami fontos tényező ebben a rohanó világban, a rászánt idő. Tehát az sem kevés. Igen, hogy egyrészt magát ezt a folyamatot élvezed-e. Igen. Mert azt én az elején is mondtam, hogy én nem fogok mindig ott állni a szerelő mellett, de lesznek olyan fázisok, amiket le akarok követni, és ott akarok lenni, és nézni akarom. Én nem vagyok egy szerelő alkat, ezt mindenki tudja rólam, de azért nagyon kíváncsi vagyok. Ezt is mindenki tudja igen, rólam. Igen. De akinek ehhez nincsen kedve, türelme, meg az, hogy együtt bogarászunk Excelt, én ezt a részét nagyon élvezem például. Ha ez nincs meg, akkor ne is vágjatok bele, igen, mert... Igen. Meg amikor ettől megrémültök, hogy most elköltöttünk tényleg 40 perc alatt 1 millió forintot, de én ezt nagyjából azért úgy... Nem gondoltam, hogy 1 millió forintot fogunk elkölteni, egy ilyen 600-700-ra tippeltem, de egyébként addig le is tudjuk ezt szorítani, szerintem. Elképzelhető. Ez most egy nagyobb lista volt, pontosan azért egy kis rálátást nyújtsunk, hogy mi a helyzet. Meg ha, bocsánat, hogy magamat ismétlem, ha tényleg levesszük a tényleg kötelező dolgokat, akkor viszont nem költöttünk sok pénzt. Igen. Akkor elköltöttünk 300 ezer forintot, és arra megmondhatom még mindig azt, hogy nem biztos, hogy meg kell egyből venni az emblémát rá, de akkor van kész, ha az embléma a legvégén... Az is fölkerült rá, így van. Nézzük meg, nagyon szívesen
szánhatunk majd egy későbbi videóban 5 percet még abból, hogy ez a kalkulációból, amiket megrendelünk, mikor jönnek meg, és tényleg a végén milyen áron jönnek meg. Figyelj, akkor viszont egy olyat csinálhatnánk itt a legvégére, hogy írjuk fel a legfontosabbakat, amik tényleg elkerülhetetlenek. Amiket bejöltünk mindenképpen, amiket bejöltünk most, majd és akkor erre térjünk vissza, amikor megérkeztek, hogy volt-e minden. Tényleg meg volt az elfekvős, amit mondtak, és mondjuk az ár az nagyjából maradt annyi. Így van. És akkor ugye ezeket vegyük végig, ez a vezérlésszett, a vezérlésmódosító, azt külön kell venni a vezérlésszett mellé, egy olajcsereszett, egy teljes fékszett, tehát első-hátsó betétek és tárcsák. Én a lengőkarokat most akkor ebből kihagynám. Azt most igen. Azt majd nézzük meg, amikor odaérünk Zolival. És hát az első szélvédő üveg, mert az úgy is fog kelleni. Az biztos, hogy kell. Valamit kihagytam? Nem. Szóval, hogy ezt majd ide kiírom, hogy ez így mennyi, és akkor majd így megyünk tovább. Jó, nézzük meg. Meg ami menet között kiderül, hogy kell, azokat meg tudjuk vizsgálni szintén. Persze. Hát köszönöm szépen. Igazából érdekes volt nagyon, főleg amit az elején beszélgettünk így általánosságban, mert ez folyamatosan változik. Napról napra, és oké, hogy az én autóm egy projektautó, de nagyon-nagyon sokan használnak 15 év körüli autókat, ahol hasonló költségek vannak, nem? Igen. Tehát 15-20-25 éves autóknál ezek a statisztikák, egyre több a megszűnt, nem elérhető, utángyártottban sem elérhető esetleg, és az árak is hasonlóak. Uh-huh. Tehát nincs nagy különbség köztük ezeknél a típusoknál, ezeknél az alkatrészeknél, és mindig igaz, hogy az árak azok hektikusan változnak. Tehát ilyen szempontból mondjuk akár még azt is mondhatjuk, hogy ez olyan, mintha most tartanék egy 15 éves járós autót, olyan költségeim vannak vele, tehát csak azért, mert most ez egy projektautó és 22 éves, nem, annyi még nincs, de 21, ez nem dobja meg annyi sokkal. Annyi a én érzésem szerint a különbség, és most bocsánat, magammal foglak összehasonlítani, de ugye nekem egy 56-osom van, ami szintén nem egy mai autó, viszont... Kérdez, Mikoli? 99-es évjáratú, hát akkor tehát nem fiatal, és én is benne vagyok ebbe, hogyha valamit javítani kell rajta, valami alkatrészre szükségem van, akkor hasonlóba futok bele, mint te. Csak annyi a különbség, hogy én azért nem érzem ezt az összeget, amit most felsoroltunk, mert az autó nálam van 10 éve. Uh-huh. Innentől kezdve nem az, hogy most megvettem, és most rá kell költenem, és most egy hónapon, egy éven belül ezt ki kell adnom, és látható összeg, hanem a 10 év alatt költi rá az ember, igen. Ráadásul, mivel napi használható autó, tehát nem 2000 vagy 3000, hanem 18-20 ezer kilométereket nélkül éves szinten, innentől kezdve ugye minden karbantartási mutatvány is sűrűbben, gyorsabban jön elő, és ha már az ember csinál rajta egy olcsét, meg használja az autót, hogy másról meg is keletkezni, tehát apránként költöm rá ezt összeget, és apránként szembesülök, hogy hopp, ez már nincs egy gyáriba, hopp, ezt nehezen oldjuk meg utángyártottba. Most legutóbb nekem is első gumicsöveknél, a klíma résznél elég sokat küzdöttem, mire külföldre tudtam szerezni, tehát attól, aki ilyeneket gyárt kimondottan, tehát ez, de jó az alkatrész. Úgyhogy nekem is van egy pár alkatrészem eltéve, igen, egy pár fontosabb dolog, azt gondolom. Én ezért másképp érzem a történetet, de van nekem egy saját nyilvántartásom, tehát én szeretem ezeket vezetni saját magamnak is, és az elmúlt, amit találva az autó, amit apukámtól, ezt én megkaptam és átvettem, és én használom, az összes költség föl van írva éves szinten, és mi mikor lett rajta csinálva, a gumiktól kezdve, az olajcseréig, üzemanyaggal, tankolásra, autópályára, minden együtt. Tehát láttam éves szinten, mennyit költök rá. Hát elköltöm én is hamar ezt a pénzt azért. Jó, nem egy év alatt, vagy nem egy ilyen szezon alatt. Én is szeretem ezeket a statisztikákat, és ugye az Alfa Amorén nagyrészt vezetem is, de például már ilyet, hogy automosás meg autópályamat, azokat nem írom be, tankolásig beírom, és azért, amikor évvégén így nézed, akkor úgy kemény. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, szerintem ez ilyen tanulságos volt.
De közben meg azt mondom, hogy olyan nagyon meglepetés nem volt, árakban nem volt szerintem meglepetés, inkább az, hogy milyen alkatrészek elérhetetlenek, igen, abban nagyon. Igen, igen. És tényleg ebben az a durva, hogy lehet, hogy ha 3 hónappal később csinálják ezt a videót, már vagy fél éve korábban, igen, más számokat mondtam volna. Meg más adatokat, hogy miből van és miből nincs. Igen, tehát sajnos a gyárik azok apránként el fognak fogyni. Utángyártott az, amiben lehet bízni, hogy ez megmarad, vagy még előkerülnek újabb utángyártott termékek. Fontosan vizsgálni a piacot, nem szabad feladni. Tök jó. Hát köszönöm ezt a segítséget, meg ezt a folyamatos hozzájárulást ehhez a projekthez. Szerintem még nagyon sokat fogunk egyeztetni, biztos, a következő időszakban. Úgyhogy Krasszi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sok sikert és kitartást hozzá. Köszönöm szépen. A nézőket meg arra kérem, hogy osszátok meg velünk kommentben a tapasztalatokat, hogy ti hogyan jártok a hasonló korú autóitokkal, van-e nehézségetek, vagy akár keressétek meg Attiláékat, és hát ha pont ez ad egy lehetőséget arra, hogy összejöjjön valami jó kis alkatrészbeszerzés. A Patreon támogatóknak köszönöm. Köszönjük. Én még esetleg egyet dobnék föl, hogy meg lehetne azt írni, hogy ki milyen régebbi autót tart fönn, vagy tervez fönn tartani. Tehát így egy érdekes kép, és statisztikában, hogy mik a jellemzőbb típusok. Az elején ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy oké, hogy a 145-ös, de mégis melyik típusból van talán több napi használatban, vagy pedig így második autóként eltéve. Ezt még meg lehetne írni kíváncsiakból. Jó, írjátok, tényleg kíváncsiak vagyunk, meg nagyon érdekel. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy mikor lesz következő adás, mármint Projekt 145, de szerintem valamikor február vége, március eleje. Úgyhogy várlak titeket abban is. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!